Lesz a menü, Zolikám. Húsleves. Húsleves. Nagyon jó lesz. Ja. Persze. Itt készül a két edény kikerült föl a tűzdeg. A húsleves főzés elengedhetetlen kelléke. Figyelj, Péter, azt tudjuk csinálni. Igen. Egy szódát. Kint hagyunk. Meleget tartunk, és akkor abból kicsit azért, mert én nekem nagyon ideg. Így, egy kicsit tényleg, elveszi a vízbe tulajdonképpen. Húsos csontot. Húsos csont. Amit a tarjáról. Igen. Levágott a mester. Mester, azt hiszem, de még vettem hozzá pluszba, mert nem volt rajta. Oké. Okay. Ebből kiforraljuk azt a csúnya gusztustalan húslét. Igen. És azt nem csak leszedjük egyszerűen, hanem azt kizsöntjük a húst, szedjük ki belőle, és rakjuk át a másik tiszta vízbe. Nagyon jó. Tovább főzés céljából majd. Nagyon jó. Tehát itt rotyog a karjás tarajunk. Így van. Ahol is csúnya barna bő szakálla tereszt. És akkor ilyen jól csinálom, az meg. Itt a Alibaba konyhájában. Ebbe. Ja. Alibébi. Abba. Zöldséget álmozom. A zöldségeket is. Ugyanis. Ilyen zöldség. Itt a fehér répa. Káposzta. Izé. Sziasztok, autós próbált egy kölcsönkérni, jó? Hol van az mi? Jó, kompresszor. Jó, most látunk ez a... A zöldségpusztulás. Igen. Te most akkor szerint ezeket a zöldségeket most nem mosva vetted, ugye? Hát igen, ezeket nem. Mert egyébként mosva szoktuk venni a... Akkor szoktuk megvenni, most nem kaptunk mosva. Úgyhogy külön mosási eljárás alá kell vetni. És hát ez így történik. Főleg, amennyiben nők is nézik a videót. Igen. Mert a legényeknek azért el szokott menni. Igen. Itt eresztjük a barna undorító levet a tarjás karaj főzésével. Raktál bele sót, meg ilyesmit, nem, vagy csak egyszerűen a... Egyszer csak bele a csontot, ugye? Kész. Hát nem tudom, azt a beleteszem én ezt a lábba. Igen, és ezt így kell felvágni. Hát én így van, aki karikára szereti. Én nekem az így, mama így vágta mindig, és valamiért én ezt nagyon csipázom ezt a fajta vágást. Világos. Világos. Ez jó lesz szerintem. Ebbe a tálba. Péter, Isteni. Komolyan kérdezem, én nem én. Ez az én fröccsöm? Az igen, mert én csináltam neked. Igen, te már itt a belőle. A tiédből nem, de az enyémből. Okay. Jó. Hát a főzés nélkülözhetetlen kellő képlel. Elég elhoz fröccs. Így van. Elérni ezt az állapotot, amikor így szednéd le róla ezt a gecit. Igen. És hogy lekanalazod, vagy mit csinálsz? Hát én ezt kiöntöd az egészet. Az a lényeg. Hogy nem szórakozunk vele. Fölösszük a tuperes 10.000 fontos kesztyünket, bazd meg. Gyönyörű. Jól áll egyébként. Ugye, nagyon jó? Nagyon. És a folyamat? De azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor ki... Köszön belőle. Leugrítem. És már. Ja, igen, ez a... Ez a barra lész, kétségtelen tisztalom. De várjál, hülye vagyok, hát a bográsból kéne ezt rakni egyből, bazd meg. Hát bazd meg, most hogy csináljon, bazd meg? Hát nem tudom, most ezt eltévesztetted. Nem baj. Akkor ez zavaros lesz. Zavaros lesz a nagy lángon főződ. Ezért kis lángon egy órát itt. Igen. Megmutatjuk a kis lángot. Ott a kis láng. Na. Kis fiunk, a kis láng. Van. Ezek a családi gyerekek. És egy órát kislángon főzzük itt. Oké. Okay. Zöldséges cucc. Ez nagyon jó néz ki, meg. És ott van benne a pulykanyak. Ez a pulykanyak. Most egy kis fűszert dobok rá. Alatta van a tarja, hús. Lacikám. Csont, édesapa! Csont, így van. Még a hús nem. Mert később jön. Vagy egyáltalán nem tudom, jön-e.
Szerinted? Nem tudom, én nagyon el vagyok szontyolodva, hogy ebből mikor lesz kedd reggelre. Kedd reggelre, ma van szombat. Igen. Jó, jó néz ki ez. Tehát bekerült az összes zöldség abból a tálból, ami itt látható. Ez most üres. És a tartalma ide került bele. Mi zajlik, Zolikám? Faszom tudja. Faszom tudod, tekeri a faszát bele az éve. Na most mi volt ez? Tehát egyszerűen szó nélkül... Ez egy színes bors. Színes bors. Buzavirággal. Nem mondj, buzavirágos színes bors. Buzavirágos színes bors. Itt van, meg is mutatjuk a kedves nézőknek. Buzavirágos, gondolom a kék a buzavirág. A kék a buzavirág. A többi az bors. Igen, ez egy bors. Hát nagyon érdekes. És akkor ezt egyszerűen beletekerted. Mondhatni, majd beleverted. Lacikám. Lacikám. Beleverte. Lacikám, mi beleverte. Az? Bele. Mi? Egy szag, egy szagolj, rá kell szagolni. Rá kell, de nehogy beleessél, vagy valami ilyesmi. Így, az az olyan kémikus szagolási módszer. Kémikus szaglás? Igen, igen. Igen. Á, nagyon állat. Király? Na, ez kellett. Holapotára olyan leves lesz. És a macska nyak meg ott úszik benne. Igen. Igen. Kész, ennyi. Azért, mert a húslevest úgy főzik egyébként lakodalmakban is, hogy fedő nélkül, és éppen hogy budjan egyet, és órákig főzik. Hízzet neked, Zoli. És abból, attól ez nagyon finom. Tehát itt látható, hogy nincs rajta fedő. Ezt a fedő hiányából tudjuk megállapítani. Igen. Mert ha lenne rajta fedő, akkor így nem látnánk a levest? Nem látnánk a levest, így van. Van azért üvegfedő, de... Így igaz. A üvegfedőt feltalálták. A üvegfedő! A főtalált ide... Tehát a főtalált üvegfedő hiányából lehet látni, hogy ezen nincs. Múlva, kis idő múlva így nézünk ki. Kalbás sütő, de ott van a főző csapat. Itt a láng itt van, és itt a leves. És ez csodálatos készleves. Ott is a készleves. Készlevesek vannak, minden gőzölök, hüstölök. És nagyon jó az ízi. Az íze, ott Laci szed, távolban. Petya pipáz. És jó hírére, jó vigyáz. Igyekszik. És hát mindenhez jó étvágyat kínálunk. Véget lett jó ez. Végül azt gondolom, hogy igen. Igen, nagyon, nagyon király. Itt vannak a... Egyébként a... Hú, de fiam. A szív is jó. A nyakat, a darabok. Van benne, és nem kevés. Nagyon jó. Sör is jó. Petya! Jó, hát várjátok.